Hol van Katalin hercegné, és miért rejtegeti őt a királyi család? Számos összeesküvés elmélet született azzal kapcsolatosan, hogy hol van Katalin hercegné, illetve milyen állapotban lehet. Egyesek szerint már nincs az élők sorában, mások szerint Vilmos és Katalin válnak, illetve vannak olyan teóriák is, amely szerint Katalin hercegné szeretőt tartott, akitől teherbe esett, azonban a királyi család arra kényszerítette, hogy vetesse el ezt a gyermeket, időközben pedig a szerető öngyilkos lett. Katalin hercegnét legutóbb decemberben, karácsony napján lehetett látni Sandringhamben a királyi családdal, aztán január közepén bejelentette a Kensington palota, hogy a hercegné tervezett hasi műtéten esett át, amiután 2 hetet kórházban tölt, majd pedig 2 hónapot lábadozni fog otthon. A palota közleménye szerint nem várható, hogy a hercegné húsvétig nyilvános feladatokat fog ellátni, illetve hogy megjelenik a nyilvánosság előtt, azonban március 10-én az Egyesült Királyságbeli anyák napján közzétettek egy fényképet, amely az állításuk szerint nem sokkal korábban készült és Vilmos herceg fotózta, amelyen Katalin hercegné látható a 3 gyermekükkel, amelyet aztán több nagy médiaügynökség visszahívott egy úgynevezett Kia Notification-nál, arra hivatkozva, hogy a forrás manipulálta a képet. A Conteo-gyert gyakorlatilag itt indult be, vagyis ez az esemény volt a katalizátora annak, hogy vadabbnál vadabb teóriák születnek gyakorlatilag a nap minden percében. Ebben a videóban igyekszem végigvenni a tények részletes idővonalát, valamint a népszerűbb Conteo-król tervezek beszélni, továbbá arról, hogy mégis mi ez a hatalmas felhajtás jelenleg Katalin hercegné körül. 2023. december 25-én láttuk utoljára Katalin hercegnét Sandringhamben, amikor a karácsonyi istentiszteletre vonult a királyi családdal, majd pedig január 17-én jelent meg a Kensington palota nyilatkozata, amelyben ugye közölték azt, hogy tervezett hasi műtéten esett át, 10-14 napig kórházban fog maradni, majd pedig az otthonában fog lábadozni, és húsvétig nem várható az, hogy őt újból látni fogjuk. Illetve én még itt a jegyzeteimbe beleírtam azt, hogy a szövegezés is fontos lehet ebben a közleményben, ami úgy szól, hogy a jelenlegi orvosi tanács értelmében nem valószínű, hogy húsvét előtt visszatérne a nyilvános feladataihoz. Ebben a közleményben volt még olvasható az is, hogy a hercegné reméli, hogy a gyerekei számára annyira normális marad ez az időszak, amennyire csak lehetséges, illetve még egy ilyen kis érdekesség itt a szövegben, hogy a saját magán privát egészségügyi adatai szeretné, hogy azok privátok is maradjanak. Emellett még egy ilyen apróbbnak tűnő szövegezési pont, hogy a Kensington palota azt is közölte, hogy csak akkor fognak újabb frissítést közzétenni, hogyha szignifikáns változás áll be a hercegné állapotában. Január 18-a volt az egyetlen olyan dokumentált alkalom, amikor Vilmos herceg meglátogatta a feleségét a kórházban, azonban ettől függetlenül a Velszi herceg elhalasztotta a saját nyilvános megjelenéseit. Január 26-án 3. Károly király meglátogatta Katalin hercegnét, ugyanazon a napon, amikor Károly is kórházba vonult, 3 nappal később, január 26-án kiengedték Károlyt, ugye ez még az ő megnagyobbodott prostata beavatkozása volt, illetve 29-én, ugye 3 nappal később kiengedték Károlyt és Katalint is, utóbbival kapcsolatosan a Kensington palota szintén közleményt tett közzé. És miközben ezt a videót írtam a jegyzeteket hozzá, és úgy átgondoltam, hogy mit lenne érdemes megosztani, szerintem amit érdekességként szolgál a jelenlegi események kapcsán, az az, hogy amikor Károly elhagyta a kórházat, akkor Kamillával együtt lefotózták őket, integettek és mosolyogtak, mutatva, hogy minden rendben van. Katalin hercegnét viszont tényleg nem lehetett látni, ott a Kensington palota közleménye szerint annyi volt, hogy hazaengedték, és hogy otthon fog lábadozni, és hogy jól halad a gyógyulása. Február 7-én Vilmos herceg visszatért a nyilvános feladataihoz, a délelőtti órákban kitüntetéseket adott át, este pedig a londoni légimentő gála vacsoráján vett részt, illetve az utóbbi osztotta meg, hogy Katalinról 2 csodálatos és kedves ápoló gondoskodik. Február 27-én a Kensington palota újabb frissítést osztott meg a hercegné állapotáról, mégpedig, hogy továbbra is gyógyul, illetve Vilmos herceg nem vett részt II. Konstantin görög király az emlékére tartott istentiszteleten. Ez is egy ilyen fontosabb pont szerintem abból a szempontból, hogy nagyon sokan ezt a mozzanatot is felfújják. Február 29-én a Kensington palota emlékeztette az embereket, hogy nem fognak folyamatosan frissítéseket közzétenni a hercegné állapota kapcsán, csak és kizárólag akkor, amikor szignifikáns változás áll be, ennek pedig az volt az oka, hogy ekkor kezdtek felfutni ezek a konteók. Március 4-én pedig olyan dolog történt, mint a magyar népmesékben, azaz láttuk is Katalin hercegnét, meg nem is,
ugyanis az édesanyjával Carol Middletonnal fotózták le egy autóban, a Katalin hercegné az agyonsülésen ült, illetve eléggé távoli és szemcsés a kép, illetve ezt majd később kifejtem, de nagyon kerek az arca, úgyhogy nagyon sokan arra spekulálnak, hogy az nem is ő. Március 10-én megosztotta a Kensington palota azt az ominózus anyáknapi képet, amelyről annyit lehetett tudni, hogy Vilmos herceg fotózta nem sokkal korábban. Néhány órával később azonban a legnagyobb médiaügynökségek lelőtték, azaz ki a notification-t tettek rá, azzal az indokkal, hogy a forrás manipulálta a képet, valamint kérték a Kensington palotát, hogy az eredeti fotót osszák meg, amely nem történt meg azóta sem. Másnap, március 11-én Katalin hercegné elnézést kért azért, mert zavart keltett a fotójával, illetve azt írta még oda, hogy mint sok más amatőr fotós, ő is szeret kísérletezni a képek szerkesztésével. Nagyon sokan egyébként ezt is vitatják, hogy persze a Velszi hercegné biztosan nem fog photoshopolni, viszont azt tudjuk róla, hogy szeret fotózni, amatőr fotós, ez az egyik hobbija, tehát én személy szerint nem tartom elképzelhetetlennek. Március 11-én azonban másik dolog is történt, ismét a magyar népmese. Lettuk is Katalin hercegnét meg nem is, ezúttal Vilmos herceg társaságában, szintén autóban, hátsó ülésem. De nem úgy. A Conteo-gyár az anyáknapi kép után indult el, mégpedig azért, mert hogy a médiaügynökségek lelőtték azt a fotót, és hogy ilyen nem gyakran szokott történni, nem kivételes eset, van ilyen, de azért annyira nem gyakori. Itt pedig nagyon sokan azt sejtik a háttérben, hogy Katalin hercegné nem tudott leülni, pózolni, és hogy nem csak ilyen apróbb dolgokat változtattak rajta, mint mondjuk háttér, vagy a színek, fények, vagy akár mondjuk rendszertávolítás és hasonló, úgymond apróbb dolgok, hanem a személyeket más-más képekről tették rá erre az egyetlen fotóra. Ennek kapcsán erősödtek fel azok az összeesküvés elméletek, amely szerint Katalin hercegné vagy nem él, vagy nincs eszméleténél, vagy valami sokkal súlyosabb probléma van vele, hogy nem tudott fotózkodni. Egyesek szerint egy tavaly novemberi esemény képeit montázsolták össze, mások szerint Katalin hercegné arca a több évvel ezelőtti Vogue címlapról származik. Őszintén szólva ezekkel az összeesküvés elméletekkel az a baj, hogy mindegyik ilyen videó, mert TikTokon látom leginkább ezeket, úgy van összetéve, hogy ez tényleg hihető és valóságosnak tűnő legyen, azonban őszintén szólva Katalin hercegné arca azért elég jól úgymond karban van tartva, az ő súlya azért annyira nem szokott ingadozni, hogy nagyon változó legyen az arca, és ezt azért mondom, mert hogyha ő mosolyog, akkor gyakorlatilag szinte mindig nagyjából ugyanúgy néz ki. És persze lehet hinni egyik meg a másik teóriában is, azonban ennek a képnek a kapcsán, illetve hogy montázs, és hogy miért lett ilyen erősen photoshopolva, én úgy gondolom, hogy talán az a legreálisabb magyarázat, hogy mivel őt ugye műtötték, nagyon hosszú ideig volt kórházban, nem tudjuk, hogy milyen betegsége volt, vagy van, nem tudjuk, hogy ennek kapcsán milyen gyógyszereket szed, tehát az sincs kizárva, hogy az arca fel van puffadva, ahogyan ő nem szeretne például fotózkodni, nem szeretne nyilvánosság elé lépni, nem szeretné az, hogy az úgymond tökéletes imázsát bármi beárnyékolja. Ez pedig magyarázatot adhat arra a képre, amelyen az autóban szerepel az édesanyjával, amire azt mondja, hogy biztosan a húga, Pippa, mert hogy túl kerek az arca Katalin hercegnének ahhoz, hogy az ő legyen, és nem tudhatjuk, hogy mi történik a háttérben. Az érem másik oldala pedig úgy gondolom, hogy ha azt mondja a Kensington palota, hogy nem fogod látni 3 hónapig, akkor ne számíts arra, hogy 3 hónapnál hamarabb látni fogod, és azért mégis vannak ilyen láttál is, meg mégsem próbálkozások, amik talán arra is lehetnek kísérletek, hogy eloszlassák ezeket a konteókat, vagy azt, hogy az emberek éppen a legeslegrosszabbra gondolnak, csak hát ugye itt a konteókkal az a probléma, hogy nincs bizonyíték. Az a bizonyíték, hogy nincs bizonyíték, és hát hogyha azt mondják, hogy most nem fogod látni húsvétig, és mondjuk március közepén ő kiáll a nyilvánosság elé úgy, hogy az valóban tudható, hogy ő, akkor itt megint az van, hogy mert a palota hazudott, és akkor jön egy másik ilyen narratíva, hogy a palotának sosem lehet hinni, mert hogy mindig hazudnak. Ennél sokkal mélyebben egyébként nem akarok belemenni ebbe a fotószerkesztős botrányba, viszont azt érdekesnek tartom, hogy a királyi család nem először kísérletezik a photoshoppal, illetve a fotószerkesztéssel, hanem ez egy évszázados hagyomány. Ugyanis vegyük például a 8. Henriket, aki az egyik ismertebb portrén, amin nem egyedül szerepel. A trónörököse látható, illetve a felesége, Jane Seymour,
A tudpisság viszont ebben a képben az, hogy Jane Seymour nem sokkal később, néhány nappal később meghalt, miután életet adott hatodik Edwardnak, vagy a későbbi hatodik Edwardnak. Így tehát az a portré gyakorlatilag úgy fék, úgy hamis, ahogy az van. A 19. században Victoria királynő is kísérleteztetett a korabeli Photoshoppal, ami manuális retusálást jelentett a daguerotípiákon. Nem tudom, hogy pontosan hogyan csináltak, de csináltak Victoria királynő úgymond parancsára. Aztán 1902-ben Alexandra királyné a koronázási portréján tűnt sokkal fiatalabbnak a koránál, ugyanis abban az időben 58 éves volt, viszont arra kérte a fotóst, hogy retusálja le a ráncait, így inkább nézett ki egy fit 40-esnek, mint egy éppen a 60-as éveibe belépő királynénak. De ha nem akarunk ennyire nagyon visszamenni a királyi képszerkesztések ügyében, akkor 2015-ben volt egy kép, amelyen a kisbaba sorolta hercegnőnek a mosolya eléggé furára sikerült, aztán 2022. áprilisában az akkor 97 éves II. Erzsébet királynő az unokáival és a dédunokáival pózolt, és arra is azt mondták, hogy eléggé határeset az a kép, mert hogy észre lehet rajta venni a szerkesztésnek a nyomait, viszont nem csináltak belőle nagy hűhót, az volt a magyarázat, és az volt a kommentár, hogy azért 10 gyerekkel nagyon-nagyon nehéz tökéletes képet csinálni, amit ugye a lényeg lett volna, hiszen a családi portrékat, aki szeret ezzel kísérletezni, nyilván miért is ne akarná úgymond tökéletesre retussálni. Ezek viszont olyan változtatások voltak, amik szabad szemmel vagy elsőre talán fel sem tűnnek. 2023. decemberében a Velszi hercegi család karácsonyi képeslapja viszont annál szembetűnőbb volt, ahol a szerkesztési folyamatban Lajos herceg egyenesen egy újját vesztette el. És hogy a korábbi múltbeli képszerkesztős történések miért is olyan érdekesek, hát pontosan azért, mert hogyha észre is vették, akkor is volt egy-két olyan megjegyzés, hogy jó, hát belefér, viszont most márciusban azért gyakorlatilag hatalmas adszolt és botrány lett belőle. Egyesek egyébként odáig is merészkednek ezzel kapcsolatosan, hogy azt mondják, hogy a királyi család és Katalin hercegné hitelessége forog kockán, mert hogy photoshopolni mert egy képet, és szerintem azért nem menjünk ennyire nagyon messzire ezzel, mert hogy a királyi család a múltban azért is szerkesztett és ügyeskedett a képekkel, mert hogy ők az ideális család és az ideális vezetők mintaképét akarták megformálni, és aztán a múlt században kezdett ez változni afelé, hogy a királyi család nem mind fölött áll, hanem egy vagyunk közületek, vagy legalábbis ez a hivatalos narratíva. Így pedig nem igazán gondolom azt, hogy egy ártatlannak indult kép ekkora port kellene, hogy kavarjon. És hogyha az anyáknapi photoshopolt kép nem lenne elég, akkor evezzünk egy kicsit vadabb vizekre, mégpedig Rose Hanbury, illetve Thomas Kingston esetére. Rose Hanbury Vilmos herceg szeretője, és ezt nem akarom, hogy senki készpénznek vegye, ugyanis évek óta keringenek ezek a hírek, és évek óta felkapják, aztán leülnek ezek a cikkek, videók, stb. Rose Hanbury kapcsán egyébként most jelenleg az a teória hódít, hogy Vilmos herceg teherbe ejtette Somli márkinéját, ugye ez Rose Hanbury-nek a nemesi címe, és hogy Katalin hercegnét ezért tüntették el, amiben őszintén szólva én nem igazán látom a logikát, mert attól, hogy egy szerető esetleg terhes, akkor miért a hivatalos feleségnek kellene eltűnnie, és ezzel kapcsolatosan egyébként már 2019-ben kijelentette Richard Kay, aki a Daily Mail-nek az egyik szerkesztője és Diana hercegné barátja is volt, hogy fake news, azaz hamis információ. Kisebb vacsorapartikon kezdett el terjedni ez a hír, hogy Vilmos herceg Rose Hanbury-vel csalja Katalin hercegnét, viszont nagyon gyorsan kiderült, hogy hamis információk. Ennek tetejében egyébként mindkét fél a háttérben jogi lépéseket tervezett tenni, feltételezem, hogy a jó hírnév megsértése miatt, illetve aztán kiderült, vagy legalábbis szintén egy ilyen pletyka, hogy valóban hamis információ volt ez a Vilmos herceg és Rose Hanbury című történet, amit egyébként Meghan Markle-re kezdett el terjeszteni. Egyes források szerint egy nagyon elvakult rajongó, más forrás szerint egy barátnője.
És szerintem ebből a szempontból mindegy, hogy honnan indult ez az egész pletyka. A lényeg az, hogy évek óta, most már több mint 5 éve köröz az interneten, és ciklikusan felfelkapják, amikor azt sejtik, hogy valami van a háttérben Vilmos és Katalin házasságával, úgyhogy én egyre kevésbé gondolom azt, hogy ebben volna valami. Korábban csináltam már erről a videót TikTokra, meg talán itt Shortsban is van YouTube-on, úgyhogy ezt így szinte teljesen kizárnám. Thomas Kingston azonban Katalin hercegné állítólagos szeretője a Conteo hívők szerint, aki Lady Gabriella Windsor férje volt, és február 25-én találták meg egy traumatikus fejsérüléssel, mellette pedig egy fegyver hevert, mondjuk ki öngyilkos lett, illetve az idegenkezőséget kizárták. Az ő halála pedig aztán már végképp sok volt így a Conteo gyárnak, úgyhogy kitalálták azt, hogy Katalin hercegné az ő szeretője volt, teherbe esett tőle, azonban nyilván itt attól is függ, hogy éppen milyen videót, vagy milyen összeesküvés elméletet néz az ember, hogy a királyi család arra kényszerítette Katalin hercegnét, hogy vetesse el a gyereket, mások szerint nem kellett elvetetnie, úgyhogy azért vonult vissza, bár mondjuk ezt azért így megkérdőjelezném, hogy Katalin hercegné így vasárgyal sincsen szerintem 45 kiló, úgyhogy rajta gyakorlatilag már azonnal látszódnának egy esetleges terhesség nyomai, és a gyerek az úgy általában nem 3 hónap alatt szokott megszületni a fogantatás után, úgyhogy ez számomra kicsit ilyen rejtély, viszont ezzel kapcsolatosan így eddig ez az egyik ilyen legvadabb teória, amit nagyon sok helyen láttam. Akinek ilyen fantáziája van, az írjon könyvet, lehet, hogy az sokkal kifizetődőbb hosszú távon. A Conteos szálak egyébként ennél a történetnél arra helyezik a hangsúlyt, hogy Thomas Kingston még évekkel ezelőtt Pippa Middleton, tehát Katalin hercegné húgának a barátja volt, ami szintén egy gyengébbnél is gyengébb szál, szerintem. Az ilyen és ehhez hasonló Conteók mellett gyakorlatilag már kezd eltörpölni az, hogy nagyon sokak szerint Katalin hercegné egészségügyi állapota sokkal súlyosabb, mint ahogy azt bevallották, ami már azért is, és ott kezd vérezni, hogy nem vallottak be semmit, mert hogy csak annyit tudunk ugye a hivatalos közlemények alapján, hogy hasi műtétje volt, ennyi, és nem több, nem tovább, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi történt pontosan. Nagyon sokan tényként közlik azt, hogy méheltávolítása volt, vagy hogy sztomazsákot kapott, és hogy azzal él együtt, és azt nem akarták mutogatni, és elhiszem, hogy így a hosszú kórházi tartózkodás és lábadozás után a lehető legrosszabbra gondolunk, de semmit nem tudunk erről, semmit nem erősítettek meg, úgyhogy ez csak spekuláció. Az anyáknapi Photoshop botrány után viszont láttam olyan teóriákat, hogy Katalin hercegné kerekes székben ül, és azért kellett ilyen furán szerkeszteni azt a képet, erre azt mondanám, hogy nem tudhatjuk, és hogyha esetleg abban is ül, akkor sem feltétlen biztos, hogy a lehető legrosszabbra kell gondolni. Őszintén szólva, hogy az egészségügyi problémák kapcsán én arra gondolnék, amit a videó elején is elmondtam, hogy azért ő egy eléggé ismert személy, gyakorlatilag a világ egyik legismertebb nője, vagy a legtöbbet fotózott nője. Így pedig őszintén szólva nem meglepő az, hogy ő nem akar fotósok elé úgy odaállni, hogy nem a legtökéletesebb formáját hozza, még akkor is, hogyha ez már elvárás lenne az internet népe szerint tőle. Illetve őszintén szólva még arra is tudok gondolni, hogy ugye nagyon sokan azért spekulálnak ilyen vad egészségügyi elméleteket, mert hogy hosszú volt a kórházi tartózkodás, és hogy hosszú volt a lábadozás, és én őszintén szólva kezdek arra hajlani, hogy feltehetőleg nem indikálná az ő betegsége azt, hogy ennyire hosszú legyen, viszont biztosra akarnak menni, tehát, hogy ha esetleg komplikáció még az előtervezés kapcsán, ha komplikáció adódik, az is beleférjen, ha nincs komplikáció, akkor több időt adunk neki azért, hogyha azt mondjuk, hogy őt húsvétkor fogod látni, akkor ő húsvétkor tökéletes 100%-os állapotban fog kiállni az emberek elé, mert hogy fordított esetben, ha azt mondják, hogy mondjuk nem tudom, március elején fogod látni, és hogyha bármi komplikáció vagy egyéb közben jön, és azt mondják, hogy ja, bocs, mégse, úgyhogy ezt így elhalasztjuk még egy hónappal, az sokkal több és sokkal nagyobb haderejű találgatásokra adna szerintem okot. És arra itt szintén visszakanyarodnék még, hogy egy nagyon ismert, rengeteget fotózott, magas profilú ember, nő a társadalomban, a királyi családban is szenior tag, tehát innentől kezdve szerintem itt nem reszkíroznak olyasmit, hogy
hogy egy aprócska hiba vagy dátum miatt még nagyobb potka varjon az a dolog, ami már így is gyakorlatilag elszabadult teljesen. Igaz, annyira nem elterjedt, de azért bőven találkoztam még azzal is, hogy Katalin hercegné lenne az új Diana, mégpedig nagyon sokan abból indulnak ki, és azért jutnak erre a következtetésre, mert hogy mit művelt a királyi család Diana-val, most ugyanazt teszik Katalinnal. Itt pedig szintén egy ilyen aprócska logikai bukfencre szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig, hogy a két nő literálisan tűz és víz, míg Diana a vért vagy valós magánéleti problémáival volt folyamatosan címlapon, gyakorlatilag nem tudott két lépést megtenni úgy az utcán, hogy a paparazzók hada ne követte volna, addig Katalin hercegné adoptálta a királyi család mottóját, never complain, never explain, tehát ne panaszkodj, ne magyarázkodj. Tehát aki elhiszi, hogy a királyi család a hidegvérű gyilkosok gyülekezete, az nem tudom, hogy talál rációt abban, hogy egy olyan nőt, Katalin hercegnét, aki élőként is hallgat, mint a sír, mi okuk lenne eltenni láb alól, még akár akkor is, hogyha tegyük fel, hogy éppen válik a hercegi pár. Nem hallottunk Katalintól semmi erre vonatkozót, nem láttunk rajta gyakorlatilag semmi erre vonatkozót, tehát a tökéletes báb arra, hogy a királyi családot képviselje, nem utolsó sorban pedig az egyik legnépszerűbb tagja, tehát saját magukat lehetetlenítenék el, hogyha az egyik legnépszerűbb királyi családtagot eltenék láb alól. Nem tervezek egyébként az összes fellelhető konteóról beszélni, mert akkor valószínűleg ez a videó nem annyi lenne, amennyi majd kikerül, hanem minimum 10-szer olyan hosszú, úgyhogy összegyűjtöttem néhány érdekes és vicces teóriát, mert hogy őszintén szólva én ezeken a hülyeségeken most már inkább nevetek, amellett, hogy egyébként szomorú is valamilyen szinten. Például egy népszerű tévés műsorban a The Masked Singerben van benne, úgyhogy azért nem látjuk. Plasztikai műtétje volt, vagy szépészeti beavatkozás, például BBL, vagy épp a frufruját nevezti le. Családon belüli bántalmazás áldozata, Vilmos megverte, vagy rehabon van, leginkább étkezési zavarok miatt, mert hogy gatyába kell őt rázni még azelőtt, hogy Károlya bármi történne, hogy még nagyon sokáig királyné lehessen majd. Az én kedvencem, az oroszokra bolták el, és Tuskin tartják fogva. Ezt már így említettem, Katalin és Vilmos válnak, ez pedig annak az előkészítése, mielőtt nyilvánosságra hoznák, illetve hogy a nyilvánosságot akarják Katalin ellen hangolni. Illetve egy másik, talán fejfej mellett másik ilyen kedvenc, hogy épp férfivel műteti át magát, mert ő akar az új király lenni. Illetve itt visszautalnék még az egyikre, hogy szerintem az is egy iszonyú nagy hülyesség, hogyha racionálisan próbálunk gondolkodni, hogy a nyilvánosságot akarják Katalin hercegné ellen hergelni, mert hogy pont a fordítottja történik, és hogyha ez lenne a narratívája mondjuk a palotának vagy a monarchiának, akkor már réges-régen tettek volna valamit ellene, és nem csak hallgatnának. Szerintem egy tök érdekes téma, hogy miért indultak el ezek a konteók. A részben, amit korábban is említettem, hogyha mondjuk van egy kerek egész, és annak mondjuk csak egyetlen szeletét ismered, akkor az emberi, hogy mit csinál, kitölti a többit azzal, amit a saját igazának vél, vagy amit esetleg az interneten hall, és azt mondja, hogy ebbe lehet racionalitás, vagy valóság alap, vagy mondjuk jól hangzik, vagy az adott ember eléggé meggyőzően mondja. És itt a másik, amire így gondolni tudok, hogy nekem egy hasipacsi alapon, ami eszembe jutott, hogy Katalin hercegnét az UFO-kra bolták el, és hogyha én ezt elég hangosan és elég sokszor mondanám, és minden platformom ezzel lenne tele, akkor biztos lenne nem egy és nem kettő, hanem nagyon sok olyan ember, aki ezt elhinné. És itt most nem menjünk bele abba, hogy alapvetően én szeretem a videóimat a tényekre és a hiteles forrásokra alapozni, tehát, hogy itt nekem már van egy olyan múltam, amikor tudjátok, hogy az ilyen konteós videókat maximum azért osztom meg, és azért beszélek róluk, hogy mennyire károsak, mekkora nagy baromságok, és szedjük össze, hogy akkor hogy lehet ezt megcáfolni, és itt a következő ilyen probléma, amit viszont a Diana hercegné haláláról szóló videómmal is elmondtam, hogy a konteókkal az a legnagyobb probléma, hogy arra alapoz, hogy nincs bizonyíték, tehát hogyha nincs bizonyíték, akkor azt nem is tudod megcáfolni, tehát a konteopátiak azt mondják, hogy igen, ezért van igazunk, ami nem feltétlenül igaz, és például, hogyha a Diana videóról van szó, hogyha gondoljátok, majd linkelem a leírásban, vagy egyébként a csatornán is megtaláljátok,
hogy ott az Operation Padgett megvizsgált szinte minden konteót, ami abban az időben létezett, és gyakorlatilag az összeset megcáfolták. És számomra például a Diana hercegné halálának vagy halála körüli összeesküvés elméletek kibontása ezért is volt iszonyatosan érdekes, mert hogy az ő haláláról millió meg egy konteó kering, és amikor végrágtam ezt a rendőrségi, hivatalos rendőrségi jelentést, akkor jöttem rá, hogy hát amúgy basszus, ezt így mindenki ignorálja, és akkor mindenki tolja a saját narratíváját, vagy amit hihetőnek hisz. Itt még kettő dolog, az egyik a hiteles források, amire szeretném ismét mindenki figyelmét felhívni. Nem kell rám hallgatni, nem mondom azt, hogy én vagyok a hiteles forrás, viszont én hiteles forrásokból igyekszem dolgozni. Ilyen például a BBC, akik nem a Sarki Zöldséges Margit véleményét hozzák le tényekként, azok a tabloidok vagy bulvárlapok, mint például a Daily Mail, Mirror, meg sok más. Magyarországon is nagyon sok ilyen van, magyar neveket nem fogok említeni. Illetve itt ez a másik rész kapcsolódik a következőhöz, amit érdekesnek tartok, hogy a palotai közlemények is hiteles forrásnak, információnak számítanak, és nagyon sokaknak erre az a reakciója, hogy hát a palota is hazudik, és mindent elmismásol, és annak se lehet hinni. És őszintén szólva, hogyha nem is a 100%-os nyers tényeket kapjuk meg, mert hát azért, hogyha ezt az egész monarchiát, meg királyi családot így lebontod a tomjaira, akkor mégiscsak egy családról van szó, és mégiscsak élő és lélegző emberektől, és talán ez egy másik videónak a témája lehet, hogy az, hogy ők ott vannak, mint király, királyné, meg királyi család, mennyire dehumanizáljuk őket, ebben most nem akarok bővebben belemenni. Tehát, hogyha nem is a 100%-ig nyers tényeket tudjuk meg, mert hiszen mi sem, vagy ti sem osztotok meg, gondolom, minden apróságot a saját családotokról. Tehát magyarul nem teregetjük ki a szennyest az internetre, vagy nem 100%-osan. Szóval lehet így is hozzáállni a palotai közleményekhez, hogy mindent elferdítenek, és minden hazugság, és semmit sem szabad elhinni, de akkor mit hiszünk el, és hogy akkor, ha semmit sem szabad elhinni, akkor tök érdekes kérdés szerintem, hogy aki tényleg úgy gondolja, hogy a királyi család és a monarchia mindenben 100%-ig hazudik, az miért követi őket. Az is egy érdekes kérdés, hogy miért öltött ilyen méretet ez az egész összeesküvés elméletgyár, mint amiben jelenleg benne vagyunk. Véleményem szerint, vagy én arra tudok gondolni, hogy az, hogy Katalin hercegnét 3 hónapig, vagy közel 3 hónapig nem látjuk, olyan azért korábban még nem igazán fordult elő, vagy ha mégis, akkor bejelentették, hogy miért és hogyan, például ugye, amikor terhes volt, hogy volt egy ilyen terhességi betegsége, amiért folyamatosan rosszul volt, és itt egy ilyen másik konteós teória, hogy bezzeg, mert amikor szült utána rögtön kiglancolva lehetett látni a kórház lépcsőjén a csecsemővel púzolva, és nem tudhatjuk, hogy most jelenleg milyen problémája van. Nyilván a szülés is egy elég nagy fizikai trauma, de ettől függetlenül lehet, hogy most valami súlyosabbal küzd, vagy lehet, hogy azt mondta, hogy bocs, nem. Illetve egy másik dolog, hogy az, hogy ő a kórház lépcsőjén pózoljon, az kvázi elvárás volt tőle. Az nem az volt, hogy szeretnéd, vagy nem, oké, akkor nem. Hanem ez így, ez van, ez a szokás, meg kell adni a fotósoknak, meg a népnek. Szerintem egyébként, amin iszonyatosan elcsúszott ez az egész sztori, az az, hogy régen a palotta és a királyi család nem osztott meg közleményeket azzal kapcsolatosan, hogy a család tagjainak milyen egészségügyi problémái vannak, mivel küzdenek, mivel kezelik őket, hanem például akár még a múlt században is semmit nem osztottak meg, utólag vagy kiderült, vagy nem, hogyha utólag kiderült, akkor az sem volt ritka, hogy évekkel vagy évtizedekkel később. Most pedig ugye Károly egy ilyen úgymond új hullámos monarchiát tervez vezetni, tehát az, hogy neki prosztata problémája volt, azt azonnal bejelentették, és az, hogy arra a kezelésre bevonult a kórházba, és ott derült ki az, hogy ő rákos, azt is szintén gyakorlatilag azonnal bejelentették. Ezzel szemben Katalin hercegnéről semmit nem tudunk. Tényleg gyakorlatilag semmit, csak az, hogy volt egy műtétje, aztán 2 hónapig lábadozik. Tehát szerintem itt ez a nagyon-nagyon erős kontraszt az, ami gyanút keltett nagyon sokakban, hogy
Hát, hogyha király azt mondja, hogy nekem ilyen súlyos betegségem van, akkor Katalin ezt miért nem osztja meg? Itt szerintem érdekes, vagy érdemes figyelembe venni azt is, hogy Katalin és Vilmos azért ahhoz képest, hogy magas profilú személyek a királyi családban, igyekeznek a magánéletüket megtartani maguknak, tehát, hogy én ezt sem tartom annyira nagyon kirívónak ennek tudatában. Emellett én még arra is tudok tippelni, vagy legalábbis az is szöget ütött a fejembe, hogy Diana hercegné botrányai után azért nagyon sok év eltelt, és aztán egy ilyen viszonylag nyugisabb és unalmas királyi családot láttunk. Aztán most a királynő halála megint felverte a port, mert hogy olyan dolog történt, ami 70 éve nem történt, tehát hogy egy uralkodó meghalt, és hogy mi történik. Közben ugye engem is elkezdett érdekelni, hogy azért mégis egy történelmi hagyományokról és hagyományokat őrző több mint 1000 éves intézményről beszélünk, és hogy ugye a királynő halála körüli por elült, megint úgy tűnt, hogy visszamegyünk a baromi unalmas, semmi nem történik kategóriába, úgyhogy én még arra is tudok tippelni, hogy most volt egy ilyen alkalom és lehetőség arra, hogy valamire ráugorjunk kollektívan, és ezt az emberek kihasználták. Nem utolsó sorban pedig valószínűleg uborka szezon van, tehát, hogy egy nagyon minimálisan is érdekesnek tűnő történet elindult, és az a bolhából elefánt esete lett szerintem. A videó végére pedig azt hagytam, hogy szerintem mi fog történni a következő időszakban. Az én tippem az, hogy eljön a húsvét, és Katalin hercegnét ugyanolyan ragyogóan és makulátlanul fogjuk látni, mint korábban, és nem tartom valószínűleg, hogy rajta bármi látszódni fog abból, hogy őt műtötték, vagy bármilyen betegséggel küzdött. Én ezt tartom a legvalószínűbb esetnek, aztán azt sem tartom kizártnak, sőt, inkább valószínűnek tartom, hogy semmit nem fogunk megtudni arról, hogy ő milyen panaszokkal vagy betegséggel küzdött. Valószínűleg itt a következő időszakban ez még egy ilyen visszatérő téma lesz, de utána így el fog ülni, és szerintem erről mélyen hallgatnak a jövőben is, mert hogyha PR szempontból lépni akartak volna, akkor azt már most vagy korábban megtették volna, és nem majd csak utána fogják elmondani, úgyhogy szerintem ezt így nem nagyon fogjuk megtudni, hogy pontosan mi történik vele. De hogyha a konteókat belevesszük, hogy talán van valami alapja, hogyha tényleg történik valami a háttérben, mondjuk egy válás, akkor szerintem az előbb-utóbb úgy is ki fog derülni, mert mondjuk az, hogy a trónörökös elválik a feleségétől, az nem egy olyan dolog, amit lehetne titkolni, volt már rá példa. Itt nyilván fontosabb kérdéseket vet föl, hogy ki válik kitől és éppen miért, tehát, hogy a királyi család ez milyen fényt vet, de ezek olyan dolgok, amik nagyon-nagyon gyorsan ki fognak derülni, akár mondjuk a következő fél évben, de mondjuk erre nem tenném annyira rá a voksomat, tehát, hogy ez hogyha konteókra akarunk valamit alapozni kategória. Visszatérve a húsvéthoz, és hogy fogjuk Katalin hercegnét látni, időközben bejelentették, hogy a Trooping the Colour-on, azaz a király hivatalos születésnapján júniusban is meg fog jelenni Katalin hercegné, ami ugye egy kicsit előrébb tervezés már, úgyhogy őszintén szóval nem igazán hiszem, hogy itt valami konteós történet lenne a háttérben. És őszintén szólva, ezzel a videóval az volt a célom, hogy nagyjából összeszedem így azt, hogy mi kering jelenleg, és írtam még pár gondolatot, és nyilván nem szó szerint próbálom ezt így visszaadni, de például felírtam azt is az egyik ilyen korábbi fejezetnél, hogy több ponton elkezdtem kételkedni a saját hozzáállásomban és racionalitásomban, mégpedig azért, mert hogy ezek a konteók és összeesküvés elméletek annyira hangosak, és gyakorlatilag rám ömlenek folyamatosan, hogy nyilván elkezdek magamban kételkedni, hogy most akkor, ha én reálisan próbálom ezt az egészet látni, az most vajon valós, vagy nem valós. Úgyhogy őszintén szólva nem csodálom, hogyha valaki képtelen eldönteni, hogy mi a helyzet. Ezért veszélyesek ezek a dolgok. És nyilván ez egy számunkra kvázi ártatlan vagy ártalmatlan dolog az, hogy mi történik Katalin hercegnével, bármi történik vele, az feltételezem, hogy a mi mindennapjainkra nem lesz olyan hatással, mint egy világméretű súlyosabb dolog. Úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok. Őszintén szólva ez a videó megint kicsit olyan, mint az előző ilyen konteós, amiben ugye Károly Katalin meg Nostradamus volt,
hogy nem érzem 100%-ig kereknek, úgyhogy azt sem tartom kizártnak, hogy lesz majd egy folytatás vagy egy follow-up, főleg, hogyha még bármi extra kiderül a húsvétig. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha pedig még nem tetted, de tetszenek és érdekesnek találod a tartalmaim, akkor iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!